A Messi Messi Galaxis legjobb történetei a Szukics kínálatában. Link a leírásban. Sziasztok! Ez a videó egy korábbi feltöltés kiegészítése Molkánon változatáról, hisz a feltöltés óta sok plusz információ jelent meg, és néhány elhangzott már nem része a kánonnak. Jó szórakozást! Darth Maul, egy zabrak fajba tartozó férfi volt, aki nagyjából 20 évvel a nábo invázió előtt született a Datomir bolygón. Hol első tanítványa volt, akit még gyerekként adott örökbe édesanyja Tázin egy kölcsönös szövetség reményében. Szid pályafutása elején Szídusz elvitte tanítványát a Malakorral, ahol az elszenesedett szitek hanvait berélegezve egy látomásra támadt. Ebben a vízióban Mol megküzdött az ősi idők dzsedijeivel, ám elmaszkírozott, állatias mészárosoknak tűntek inkább, mint békeőröknek. Ez először megrémisztette Molt, majd haragot váltott ki belőle, végül pedig bosszú vágyott ez az utálat és düh csak fokozódott benne az évek folyamán, és végig jelen volt életében. Vérszomja a droidok és kalózó gyilkolásával egyáltalán nem csillapodott, csupán csak odázta az elkerülhetetlent, és Mor rendszeresen kereste az összetűzéseket. Folyton feszegette határait a Jedikkel, és bár mestere rendre utasította, Mor tovább folytatta szóló küldetéseit. Az egyik kalóz információt ajánlott fel az életért cserébe, és elárulta Molnak, hogy egy aukció során Jedi Padavant fognak árba bocsájtani. Mol és bérgyilkos csapattársai Kedbén és oraszing sikeresen megszöttették a padavánt, ám a hajó, amivel menekülőre fogták, robbanószerrel volt ellátva. Robbanás után a hajó a közeli Drasker bolygó holdján landolt, ahol a túlélőknek egy csapatra való fejvadásszal kellett szembeszállniuk. A szituáció megkívánta a Jedi Padavant és Molt, hogy dolgozzanak együtt a fenyegetés megszűnéséig, majd miután magukra maradtak, mol és a Jedi Padavant, Eldra Kytis, egy lendületes párbajt vívtak, minek végén mol győzedelmeskedett hogy fedje nyomait, Mol végzett az aukció vezetőjével és a maradék fejvadásszal, majd konzultált Sidious-szal a folytatásról. Természetesen Sirius tudott minden lépéséről, és végső soron elégedett volt Mol tetteivel, aki elindult azon az úton, amit a szitek igazán magukénak vállalhatnak, az örökös dacolása. Azonban Mol vérszomja továbbra sem csillapodott, sőt, csak erősödött a padáván meggyilkolása után. Sidious látva, hogy Mol nem törődve nagy tervel veszélybe sodorja hatalmi törekvéseit, újra a Malakorra vitte tanítványát. Mol az elesett szitásai hambát ezúttal elfogyasztva végigáramoltat a testén a sötét oldal, mikor is egy újabb látomás érte őt. Mol itt egy Jedi szerepébe érezte magát, aki habár próbálkozik a haragjával utat törni magának, kevésnek bizonyul. Ez az élete szóró lecke Mol számára, ami megtanítja neki, hogy pusztán a haragja nem elég a Jedi legyőzéséhez, türelemmel is párosulnia kell. Ez a türelem pedig bejárni látszott, és Mol megküzdhetett az oly régóta várt Varódi ellenfelével, egy Jedi mesterrel. Mol első ízben a Tatooine-on küzdött meg Vágon Jinnel, akinek lehetősége volt elhagyni a küzdőteret. Később Mol részt vett a Nabu invázióban, ahol újra megküzdött Vágonnal, és az akkor még Padaván Obiván Kenobival. Bár Vágont legyőzte, végül Obiván félbevágta őt, és lezuhant a reaktor mélyébe. Évekig senki sem hallott felőle, és halottnak hitték. Mikor Rászás Mentes visszatért az én és segítséget kért Dulkula vadászásához, a klán vezetője, Tazin anya, a szintén zabrak fajba tartozó Szávás Opresszt ajánlotta fel szolgálataiba. Opress, aki Molnak vértestvére volt, a nővérek mágiájának segítségével megtudta, hogy testvére még mindig életben van, és egy elfedett planétán találja meg. Egy hatalmas szemét funkcionáló bolygón, a Lotto Minoron Szavás rátalál testvérére, akit a haragja tartott életben ennyi időn át, és egy pószerű, robotikus alsó törzset és lábakat viselt. A magányos évek és a folytonos bosszú felemésztette Mol elméjét, és teljesen eszét vesztette. Szavás kimenekítette őt, és a nővére kitisztították elméjét. Ketten közös erővel megkezdték bosszú hagyjáratukat, és bűnbirodalom létrehozásával láttak. Sora kebelesztívebben radikális szervezeteket is, mint például a Halálőrség, ahol Mol új végtagokat kapott. Egy pucs következtében átvették a hatalmat Mandalor felett, és meggyilkolta Mandaror hercegnőjét, Satin hercegnőt, akivel obi szoros érzelmi kapcsolatot ápolt. Illetve egy párbajban bajban legyőzte halálősi vezetőjét, Previznát, így a sötét kardjogos jogos birtokosává vált, valamint a halálősi vezető is ő lett. Mandalor hatalomátvétele után Molt egy ismerős érzés fogta el. Egy olyan érzés, amit már nagyon régen nem érzett. Mestere jelenlétét. Sidious meglepte, hogy volt tanítványa életben maradt, ám nem mentoraként érkezett ide, hanem hogy elvarja a szálakat. A három férfi fénykarpárbajba kezdett, mert során Sidious megölte szavást, és Mól is veszített. Ám Sidious nem végezte ki Mólt, egyéb tervei vannak volt fányával. Mól egy szigorúan őrzött börtönben raboskodott, ahonnan a halálőrség szögtette meg. Mól megkezdte összevonni erőit, Sidious pedig megparancsolta Grívesnek, hogy támadjon, de ne ölje meg Mólt. Mól jelentős károkat okozott a droid seregnek, ám végül menekülőre kellett fognia. Az erőt felhasználva, Mól kapcsolatba lépett Tarzinnal, aki tudatta vele, hogy szék a bolondját járatják vele, ezért utazzon el Ormantelre, amit szövetségesei a fekete napok irányítanak. A tervek szerint az érkező Grives és Dúku is mó fogságába estek, minek következtében a sereg vezetők nélkül maradt. Mol kapcsolatba lépett Sidious-szal és közölte vele szövetségesei bukását, Tázin pedig biztosította, hogy hamarosan ő is követni fogja a sorsukat. Szidiusz feláldozható katonáknak tekintette Grievest és Dúkút, így nem tartott igényt rájuk, a múlnap más tervei voltak a szitt tanítványjal. Krivesz börtönbe záratta, nak viszont felajánlott egy lehetőséget a szabadságra, ha az ő oldalára áll és ledönti Sidious birodalmát. Duku nem kérte a szövetségből, és nem hiszi, hogy Sidiousnak bárki versenytársa lehetne. Ekkor tázing jelenik meg mágia hozzáadásával, és felvilágosítja a grófot, hogy Mol és Dúkú nem is különböznek olyan sok mindenben. Ahogy kihasználta fiát Mol, és őt úgy használja ki Sidious most dúkút és már ebben a pillanatban is a leváltásán dolgozik. És bár amit állítottak az igaz volt, valójában egyikük sem hitte, hogy meggyőzhetik a grófot, végső céljuk mindössze annyi volt, hogy biztosítsák a gróf érkezési Datomirra. Ahogy a beszélgetés előre haladt, egy köztársasági csapat, élükön Mészvinduval és Obiván Kenobival, Ormánterről követték azt a kevés nyomot, amit maguk után hagytak. A káoszban Dúkuk kiszabadítja a tábornokot, aki végiggyilkolva a szinteken elmenekült, miatt a két szit a volt elfoglalva. Csatak közben Dooku megöli Tipli mestert, és egy becsapódó rakéta a lehetőséget adott a szitek menekülésére a Datomira. A kábulatból eszmérve mindú kapcsolatba lép a főkoncellárral, és informálja Dooku és mól kapcsolatát, amiben kifejtik, hogy a keresett szitmester Dooku lehetett mindvégig, Mol pedig a tanítvány. A Datomira érkezve Talzin felfedi magát, és titúári keretén belül megkezdi a gróf életerejének elszívását, hogy Tázin visszatérhessen teljes fizikai valójában. Ezt a ceremóniát zavarja meg egy nagy erejű robbanás, ami lyukat jut a falba, és a tátongó ristúl Gríves és maga Szídiusz jelenik meg. A Szíti nagyúr emlékezteti volt tanítványát, hogy erőfeszítései hiába valók, így csak és egyetlen terv létezik az övé. A párvajban Mol nem marad magára, a rituáli elégséges volt ahhoz, hogy dúkú Tázin irányítása alá kerüljön és segítsen neki a harcban. Szidusz hamar felülkerekedik a Tázin uralta dúkun, és erővillámokkal próbálja kiűzni tanítványából a boszorkányt. Tázin ennek elegettéve fizikai valójába tér vissza a való világba, és személyesen küzd meg Sidious-szal. Mol eközben ideiglenesen ártalmatlanná tette Grievest, és segítségét ajánlja föl édesanyjának. Tazin ezt azonban megtagadja, és menekülésre bíztatta fiát. Dúkú időközben magához tért, és bekapcsolódott az erőpróbába. Amíg Tazin a kigécített feltartotta, volt a saját emberei ráncigálja fel a hajójára. Mol még éppen láthatta, ahogyan a visszatérő Grievous leszúrja édesanyját, megölve ezelőtt végérvényesen. Mol elrepült Atomirról, a mindeközben a szövetségeseit is támadás éri, és több hasznot nem látva az együttműködésben, apránként darabjaira hullott. Veresége után a még hozzáhű katonáival a Mandalorra menekült, és egy darabig meghúzták magukat. Ebben az időszakban teljesítette ki befolyását a Dryden Boss által irányított vörös hajnalra és egyéb kérdéses szervezetekre klónáborúk lezárása előtt néhány nappal Bo Katan Christ és Ahsoka Tano Coruscant alsóbb szintjén összefutnak, és korábbi ellenfel segítségét kéri Moll eltávolításához az otthonukban. Ahsoka titkos frekvencia használatával kapcsolatba lép Anakinnal, és a köztársaság egy csapatni klón küld élőkön Rexel Moll elfogására. Moll erői alul a küzdelemben, Ahsoka pedig meg akarja állítani Mollt, bár ő már tudja az igazságot. Az igazságot, hogy már nagyon közel van a változás a változás, ami a mostani rendszert lecseréli egy teljesen más alapokon nyugvó újra, aminek epicentrumában ott van Anakin Skywalker, amit Ahsoka nem hagyhat megtörténni. A párbajuk végén mor elhagyja a dupla fénykarnyát, és elkábítva a cirkálóra viszik. A hipertérben Coruscantra menet, aztán megtörténik a megjósolt váltás, és Pálpatin kiadja a 66-os parancsot. A káosz közepette Mol elpusztítja a hiperhajtóművet, és elköt egy űrhajót, amivel elmenekül a cirkálóról, és sokáig nem hallani felőre. A cseri tisztogatás után nem sokkal Mol visszatért a Datomirra, ahol átvette a vörös hajnal irányítását, ahol egy dupla pengés fénykarddal látható, amit valószínűleg egy inkvizitortól szerzett. Nagyjából három évvel a Javini csata előtt Mol a birodalom számára elérhetetlennek tűnik, amiért el is nevezték árnyéknak, ám végül a Malakor ötön talált rá a nyolcadi testvér, Mól egy régi szít fegyver felkutatása miatt került a bolygóra, ám elmondása szerint kellő erővel bír, hogy el tudja pusztítani a birodalmat. Az Inquisitor után nem sokkal további két Inquisitor és Ezra Bidger, Kanan Jarrus és Ahsoka Tano is megjelent. Mol érzékelve a vívódást és ellentmondást Ezrában, manipulálni kezdte őt, és apránként betekintést engedett neki a sötét oldal tanaiba. Együtt sikeresen felkutatnak egy Sith holokront, amiért ezra is a bolygóra látogatott, és Asoka és Kénen oldalán megküzdenek az inkvizitorokkal. Hogy bizonyíthasson megbízhatósága felől, Mol megvédte ezrát, és megölte a hetedik nővért, hogy Asoka segítségével az ötödik testvért. Kénen megvágja a nyolcadik testvér fénykardját, ami abnormálisan kezd működni, mikor menekülni próbál, és a végzetébe zuhan. Az inkvizitorok semlegesítése után már akadálytalanul vonulhattak céljuk felé, azonban Mol elárulja a Jediket, és Kénen megvakította. Kénőn ártalmat ártalmatlanítása után Ashoka küzd Mollal, ám ő a visszatérő Kénonre bízza a feladat befejezését. Elbizakodottsága miatt kénő legyőzi Mollt és a mélybe zuhan. Az ohanás túlélve az egyik Inquisitor TIE gépivel gépével elrepül a bolygóról, mondván a terve kudarcot vallott, ám ezre felbukkanása érdekes fordulat számára. Innentől Moll sokszor bukkan fel hol barátként, hol ellenségként. Egyik alkalommal a szellem legénységét rabolta el, és megpróbálta újra megölni Kénent, a légzsilibből kilökésével. Ezután Mol kényszerítette Ezrát, hogy egy szit és egy Jedi holokront kombináljanak. Ennek lényege, hogy olyan tudásra tegyenek szert, melyet más módon nem tudnak elsajátítani. Ezre a szitek elpusztításának módját akarta kideríteni, Mol pedig ős ellenségének, Obi-Wan kenobi -nak a tartózkodási helyét. A visszatérő kénen akadályozta meg a teljes igazságot a kapcsolatbontásával, mindössze annyi információt kaptak, hogy egy bolygót kell keresniük, ahol két nap található. A holokronok összekapcsolása miatt Ezra és Mol között egyfajta mentális kapcsolat jött létre. Emiatt Mol víziókkal gyötörte Ezrát, és ezért látta mindenhol Molt, amerre csak ment. Hogy segítsen Ezrának, kinnel elvitte a tanítványát a titokzatos erőhasználóhoz, Benduhoz, aki egyfajta szimetria volt az erő két oldala között. A Bendu mindössze annyit mondott, hogy ha menekülni akarnak sorsuk elől, ne forduljanak meg. De ebben a pillanatban Mol jelent meg mögöttük, és felvázolta a tervét. Kénon közbelépése miatt Mol nem rendelkezik elegendő információval, ezért továbbra is szüksége van Ezrára, amennyiben nem működnek együtt Mollal, elárulja a birodalomnak a bázisuk helyzetét. Egyéb választás hiányában Ezra beleegyezett, és ketten elindultak a Datomira. Kénon és Szabin követték őket a hajójára elhelyezett jeladó segítségével. Az énővérek mágiájával Mol és Ezra egyesítették tudatukat, amiből Mol megtudta, hogy Obiván életben van, a rituálé végén az élővére szellemei áldozatot követeltek a rituálé miatt, amire pont tökéletesek voltak az érkező Kenan és Sabin testei. Mol távozása után csábította Ezrát, ám ő a barátai mellett maradt és kimentette őket a szorult helyzetből. Mol kutató munkája végül elvezette őt a tatooine ám nem a -e obi nyomait, így csapdát állított. Felhasználta a kapcsolatot közte és Ezra között, ami a bolygóra csalogatta Ezrát. Miután ezre kapcsolatban lépett Obi-Wan az idő Jedi mester felvilágosította az ifjú tanoncot, hogy egy cselszövés eredménye volt a találkozásuk, a Mol félbeszakítja a beszélgetést. Ezra, bár segítene a küzdelemben, obi mégis útjára ereszti. Kettejük küzdelméről már készítettem egy videót korábban, így javaslom, hogy nézd meg, de a rövid formaváltása után Kenobi egyetlen súhintással kettészeli Mol fénykardját, végzetes sebet ejtve a néhai szitlovagon. Mol Kenobi kezei közteli halálát, tisztelete eléjül pedig eltemeti ősi jelenségét. A Jakui csata után a birodalom vereséget szenvedett az új köztársaságtól, Luke Skywalker Iker testvére, Leia Organa hercegnő pedig a Nabura utazott. Azon a helyen, ahol Darth Maul megküzdött Qui-Gon és Obi-Wan még mindig fizikailag érezni lehetett a hideget és gyűlöletet, amit Maul hagyott hátra maga után a párbaj következtében. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, iratkozz fel a csatornára, lájkold a videót, vagy az meg, Legközelebb pedig találkozunk, addig is, az erő legyen veletek. Mindig.